Hát sziasztok, Nádár vagyok, és itt van velem Matux. Sziasztok! És ma bemutatjuk a Sky Hunger Games szervert. Ugye ez a Mester Gaming szervere, és bemutatjuk, hogy most így mit lehet itt csinálni igazából. Igen, a Sky Hunger Games pár hete lett felújítva, kapott egy új lobbit, ami szerintem nagyon jól néz ki. Illetve kerültek be Sky parkőrök, amiket kiviszel, kapsz dollárt, és a dollárért lehet a boltban vásárolni. Mutassunk be egyet, mondjuk ezt a hármas pályát. Jaj, ez ilyen jeges, hogy láthatjátok. Igen, igen. Ezt leesestem. Jaj. Igen, hogyha leesel, akkor visszateleportál, úgy oldottuk meg. Igen. Megpróbálom kivinni. Nem fog menni. Meg simán csak végigrepülök. Ja. Na igen, és ha vásároltál a boltban, utána mutasd meg közben, hogyha kiviszed, tényleg kapsz a dollárt. Ideugrotok, és akkor megnyomod a gombocskát, és kaptam 100 dollárt, hogy itt látni. Igen, és ha kiviszitek a parkert, kaptak dollárt, és a dollárért tudtak boltba vásárolni, és ha vásároltatok mondjuk felszerelést, utána tudtak PvP-zni olyan PvP arena, most meg is keresünk, hol is van. Itt lesz ebben a sávban. Itt ez a bolt. Ez a bolt, igen. És itt a PvP. Na és akkor itt lehet küzdeni. Itt is van ilyen. Igen, itt is van ilyen ugrálós dolog. Igen. Ez ilyen unalom üzésre jó, míg az arena nem kezdődik el. Hát igen. Itt láthatok egy emberkét, csak hát nincs itt ellenfele, szóval itt egyedül kóborol. Hát igen, és ilyen. Még annyit kell tudni, hogy egy Mester Gaming-es Survivor Games fordított plugin. Tehát, hogy mi magyarosítottuk le az egészet. Meg is mutatnád, hogy milyen? Ja igen, joinoljunk egy arénába, nem? Jó, nézzünk is meg egyet akkor. Akkor menjünk spawnra, és akkor gyorsan elflyolunk oda az arénához, mert az úgy jó. És akkor mindegyik in-game. Na hát végül is az egyes. Rákattintok ugye az egyesre, és akkor kiírja, hogy beléptél a sorba, te most az ötödik vagy a sorban. És hogy figyelmeztet, hogy ebben az arénában a játék már elindult. Lényegében ennyi. És egy vágások következnek, még be nem érünk az arénába. Na benne is vagyunk az arénába, és láthatjátok, hogy itt is teljesen magyar az egész. Itt csatlakozott a játékhoz ez az ember, és előbb ott volt, hogy mennyi idő van még itt a játékban, 20 másodperc, 10, és akkor 5-től már visszafele számol. Jaj, 20 perces a grace period, az viszont már nem magyar, szóval az nem tudom, azt lehet... Mert felkenem. Vannak olyan pontok, amit nem lehet átérni, mert akkor az a plugin megbolondul. Igen. Szóval az úgy fog maradni. Leestem. Én nem. Hát ennyit a parkör tudásomra. Na hát ez a videó szerintem ennyi is lett volna. Gyertek fel játszani. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok. Sziasztok.